A hangverseny nyitányaként, ahogyan maga a zene is felépül, ritmusokkal indított a Bumba Tukáda ütőegyüttes. Az iskola vezetése tisztelettel adózott azon zenepedagógusok évtizedes munkássága előtt is, akik sokat tettek az intézmény hírnevének öregbítéséért. Büszkék vagyunk a zeneiskolánkra, büszkék vagyunk az itt tanító kiváló pedagógusokra, a szép eredményekre és minden tanulóra. Nagy Bálint polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen. Köszöntőjét Vozár Péterné önkormányzati képviselő tolmácsolta. A Zalai Balatonpart ifjúsági fúvós zenekar mellett a Hévízi Muzika Antikva Régi Zene együttest is láthatta a közönség. Az este díszvendégét, Herceg dr. Festetis Györgyöt is köszöntötték, aki a család nevében hozzájárulását adta az intézmény névhasználatához, és 25 évvel ezelőtt szintén jelen volt a névadó ünnepségen. A gyerekeknek azt hiszem fontos a zenei nevelés, mert egy biztos életfilozófiát éppen létrehoz. Először persze már gyerekeket korán lehet egy zeneiskolába tenni, hiszen normál iskola előtt. Biztos dolgokat már ottan tanulnak, de azt hiszem persze a zene az egész életen át egy nagy segéd. A koncerten felcsendült Babos Judit zenetanár saját szerzeménye is, melyet egy fiatal, tehetséges zongorista növendék, Lekics Krisztina és az iskola ifjúsági fúvós zenekara adott elő. A közel két órás hangversenyen megpróbáltak egy átfogó képet adni az intézményben zajló művészet oktatásról. A műsor összeállítása, én megmondom őszintén, hogy az alapján tört, ami tulajdonképpen a zeneiskola lényege, hogy a zene sokszínű, ezt próbáljuk tanítani, megmutatni a gyerekeknek, és úgy érzem a közönség tapsaiból, érdeklődéséből, hogy ez talán a mai hangverseny, vagy nem is talán, hanem sikerült. Az est végén természetesen pezsgővel kocintottak a kettős jubileumra, bízva abban, hogy az iskola még sokáig hozzájárulhat Keszthelyváros kulturális életéhez.